átadta a Jobbik elnökségének a képviselői mandátumáról szóló lemondó nyilatkozatot Novák előtt. A politikus kiemelte, augusztus 31-ig nincs lehetőség mandátuma jogerős átadására az országgyűlésnek, azonban önkéntes tartalékos kiképzése miatt addig is szünetelteti megbízatását és javadalmazását sem veszi fel. Novák előtt hozzátette, a vitákat lezártnak tekinti, és nem tud arról, hogy a pártból is kizárnák, így aktivistaként folytatja tevékenységét. Új párt alapítását vagy választáson függetlenként indulást nem tervez. Életem legfájóbb döntését kell ma meghoznom, új életet kell kezdenem. Mégis emelt fővel, tiszta lelkiismerettel távozom a Nemzet templomából, és a Jobbik él, illetve most már középvonalából is, 13 évnyi jobbikos munka után. Be kellett, hogy lássam, hogy Siffer Andráshoz és a magamfajta idealistákhoz és a magamfajta idealistáknak nincs helyük a mai politikában.